Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. 9 képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Kápolnásnyéken, a Halászkastélyban megrendezett tárlaton a szolnoki művésztelep kimagasló tehetségű művészei mutatkoztak be. Simon László országgyűlési képviselő köszöntőjével nyitották meg a szolnoki művésztelep alkotóinak jelenlét című kollektív tárlatát a Kápolnásnyéki Halászkastély kiállító termében. Kápolnásnyéken, a Halászkastélyban az volt a koncepciónk, hogy minden évben legyen egy kortárs kiállítás is, azért, hogy ne csak a klasszikus művészet remekét mutassuk, hanem nyissunk a kortárs alkotók fele, és most már innentől fogva minden évben tavasztól nyár közepéig egy klasszikus kiállítás, nyár közepétől ősz végéig egy másik klasszikus kiállítás, és a téli időszakban pedig egy kortárs kiállítás fogja fogadni a látogatókat. Amikor a győri művészek mutatkoztak be itt nálunk, akkor határoztuk el, hogy a következő hasonló, de talán még nagyobb léptékű kiállítás a szolnoki művésztelepről fog szólni. Magyarország egyik legizgalmasabb, legösszetettebb alkotó művészeti műhelye, telephelye ez, nagyon nagy múltra tekint vissza, és mint hogy korábban már itt volt nálunk Pogány Gábor Benő szobrász művésznek néhány nagy alkotása a Kastély parkjában, amelynek a megnyitásakor a szolnoki művésztelep vezetője, kiváló képzőművész Verebes György zongorázott, így értelmszerű volt az, hogy egy nagyon jó is, és sok-sok alkotótelepi, művésztelepi művészt fölmutató, fölvonultató kiállítást fogunk tudni megnyitni. Tehát ma itt Kápolnásnyéken a festményeken, a kisplasztikákon, a domborműveken keresztül bepillantást kaphatnak az ide látogatók abból a nagyon-nagyon sokrétű tevékenységből, amely jellemzi Magyarország egyik legizgalmasabb művésztelepét. A magyar kortárs képzőművészet kimagasló egyéniségei tárlatának különlegessége az a sok színűség, amellyel a 9 művész egy unikális világképet mutat a mának, emelte ki a megnyitón Kállai Mária, Szolnok országgyűlési képviselője. Egy csodálatos alkotóközösség van Szolnokon a művészterepben, méltó a szolnoki művészterep jelenlegi közössége a 117 éves múlthoz, hiszen a jelenlegi Magyarország legrégebbi művészkolóniája van Szolnokon. Mit jelent Szolnoknak? Nagyon féltetkincsünk. Féltetkincsünk abban, hogy egyrészt az alkotó művészeknek megteremtsük azt a lehetőséget, amely az alkotáshoz kell, azt a nyugalmat, azt az inspiráló környezetet. Egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos az, amiben értéket mutat a városnak a művésztelep, hiszen ma elmondhatjuk azt, hogy Verebes György vezetésével, illetve az Egyesületet Pogány Gábor vezeti. A kettőjük munkájának köszönhetően majd olyan közösség él ott, aki a városasztalára nagyon komolyan tesz. Teszi a kiállításait, a megszólíthatóságot, az utánpótlás nevelést, a különböző rendezvényeken való részvételt. Ez szerves, lüktető része a városnak, egy nagyon inspiráló közösség, akinek éppen most a helyét egy nagy felújítás alatt láthatjuk. Ha most valaki hirtelen Szolnokra jönne, egy 2 milliárd forintos óriási felújítás van, nagyon fontos és szükségszerű volt az, és Magyarország kormánya támogatásával lehetőségünk nyílik most erre. Ebben megújulnak a lakások, hiszen az elmúlt esztendőkben nyilvánvalóan a városnak saját forrása erre kevesebb volt, megújulnak a kiállítóterek, új kiállítóter létesül, és hát el kell mondani, hogy a szolnoki művésztelep a szolnoki várhelyén van, és a jelenleg folyó ásatások kibontják a város sok-sok évszázados múltját. Visszatérve az alapkérdésre, egy eleve lüktető közössége Szolnoknak, a művésztelep közössége, mindenben számíthatunk rá. Én azt remélem, hogy ők is úgy gondolják, hogy számíthatnak a városra, szellemi zsinórmérték, szellemi útmutató, csodálatos alkotóművészek dolgoznak nálunk, Verebes György Munkácsi díjas, Szabó György Munkácsi díjas, de a teljesség igénye nélkül Fazekas Magdolna művésznő, aki jelenleg a legidősebb tagja a csapatunknak, de érkeznek a fiatalok, és én úgy gondolom, hogy láttatják magukat, láttatja magát a szolnoki művészterep az egész országban. Meggyőződésem az, hogy a terep felújításával egy másik korszak fog elkezdődni, egy olyan korszak fog elkezdődni, amely még nagyobb lehetőséget teremt az ott élő művészeknek, Szolnoknak, de egy azt mondhatom, hogy az egész magyar kultúrának is. Szolnok és a művésztelep ma már olyan megbonthatatlan egységet alkot, hogy egyik sem létezne a másik nélkül, ha pedig Szolnok, ha pedig művésztelep, akkor Verebes György.
Olyan művészi világkép az ővé, amilyen csak egy érett, művész életpályája során szerzett sokrétű és bonyolult tapasztalatainak és emócióinak szintéziséből alakulhat ki. Egység a sokszínűségben. A szolnoki művésztelepnek a története az ugye korát tekintve mondjuk a nagybányai művésztelepvel hasonló történetre tekint vissza a szolnoki művésztelep, de van egy nagy különbség. Szolnokon soha nem volt semmiféle iskola, vagy olyan stílus irányzat, stílus jegy, vagy művészeti program kiáltvány, ami mondjuk a nagybányai művésztelepre jellemző. Szolnokon sokkal inkább valami szeretetteljes közeg uralkodott, nem csak a művészek között, akik ott dolgoztak, hanem a művészek és a város lakossága, a városnak az élete között is. Úgyhogy ez egy alapvetően nagyon bensőséges emberi hangulat, ami a szolnoki művésztelepnek a levegőjét átlengi, és ez mind a mai napig érvényes. És számomra személyesen nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy hagyományú művésztelepben dolgozhatok, és hogy hozzájárulhatok a magyar képzőművészeti élethez ezzel a tevékenységgel. A kettős minőségében kérdezhetem, hiszen a művésztelep vezetőjeként és szobrászművészként egyaránt ismerjük az ön nevét. Ön úgy fogalmazott, illetve festőművészként, hogy agyas vagyok. Mit jelent ez a képzőművészeti valóságban, az emberi valóságában? Hát igen, én ezt egy alkalommal, egy interjúban használtam ezt a kifejezést, ami így a szövegkörnyezetből kiragadva talán kicsit furcsánhat. Én ezt arra értettem, hogy alapvetően egy mérlegelő típusú ember vagyok, tehát szeretem az indokokat látni a jelenségek mögött, és ez a festészeti tevékenységemre is vonatkozik egyébként, tehát hogy tudatosan építkezem. Nagyon egyszerűen ezt úgy fogalmaznám, hogy én azt vallom, hogy egy műalkotás az nem sikerülés kérdése, tehát nincs olyan, hogy egy mű sikerült. A mű az azért olyan, amilyen, mert az ilyen, olyannak lett szánva, tehát ez egy tudatos teremtés kérdése a műnek a létrehozása, és én ebben az értelemben használtam, tehát egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, logikusan mérlegelő, gondolkodó ember vagyok. Persze természetesen, amikor a kéz mozog, akkor már az érzelmek is játszanak, és a különféle belső, mélyebb mozgatóerők is működnek ilyenkor az emberben. Milyen gondolatokkal fogadták a kápolnás nyeki invitálást? Nagyon örültünk neki. Viszonylag rövid idő alatt kellett a kiállítást megtervezni és fölépíteni, de hál' Istennek minden művésznek, itt 8 művésznek az alkotásai szerepelnek, tehát minden művész nagyon megörült a fölkérésnek. Különösképpen, hogy egy olyan gyönyörű térben állíthatunk ki, ahol egységes kiállítást láthat a közönség, de mégis szinte mindenkinek egy kis önálló kamara kiállítása jelenik meg ezekben a különféle arculatú terekben, és igyekeztünk úgy is építeni, hogy közös kiállítás, de önálló tárlatként is értelmezhető minden egyes külön terem. Szabó György Munkácsi Díjas szobrászművész ezúttal kis plasztikákkal, kisebb léptékű kompozíciókkal jelentkezett, amelyek egyben üzenetek is. Nagyon jó szolnoki művésztelep, nagyon, hogy mondjam, olyan sziget, ami nagyon barátságos, és az alkotásra, alkotó munkára kitűnő. Bár most egy éves szünetünk van a művésztelepen, de vissza fogunk menni, és még jobb lesz, mint eddig. Beszéljünk az ön alkotásairól, különlegesek, mondhatjuk ezt, gondolkodásra késztetnek bennünket, mindenki mást-mást gondolhat, de abban azt hiszem, hogy mindannyian megegyezhetünk, hogy egy olyan varázslatos tér és forma, amely mindenképpen arra késztet bennünket, hogy megálljunk. Honnét jönnek ezek a gondolatok, és hogyan sikerül ezeket a plasztikákat, térplasztikákat, robokat megvalósítani? Alapvetően üzenni akarok a nézőnek.
Tehát egy olyan fajta készenlétiséget szeretnék fenntartani a munkáimmal, amiben benne van az empátia humánum alapvetően, és ezen belül az empátia, amivel a többi emberhez viszonyulunk. Tehát én azokat az érzéseket szeretném megmozgatni, készenlétiségbe helyezni, amivel szolidális az ember a másik felé, érzi azokat a belső értékeket, amik nem pillanatnyi napi értékek, hanem az embernek egy állandó, statikusabb értéke kell, hogy legyen. Szolnokváros nagyszerű művészeinek alkotásai március végéig vendégeskednek a Velencei tó környékének egyik legszebb épületében, Kápolnásnyéken. A Fejér Holló Diákszínpad ismét egy csodálatos előadással tisztelte meg a színház szerető székesfehérvári közönséget a Ciszteres Diákok Ferenci Noémi rendezésében, Dürenma törökbecsű tragikomédiáját, az Öreg Hölgy látogatását mutatták be kirobbanó sikerrel. Van-e valakinek kérdése Alfred Ilhez? Van-e valakinek észrevétele az alapítvány ügyében? Akkor elrendelem a szavazást. Aki tiszta szívből kívánja, hogy az igazság érvényesüljön, az tartsa fel a kezét. A teremben áhítatos csend. A felemelt karok erdeje, mint valami szent, nagy összeesküvés egy jobb, egy igazságosabb világrendért. A komédia kétségbeesés kifejezése írja egy tanulmányában Dürenmatt, és valóban a minden művét komédiaként apostrofáló szerző kétségbeejtő helyzeteket mutat számunkra, igen szórakoztató módon. Az Öreg Hölgy látogatása olyan történet, amely valahol Közép-Európában egy kisvárosban játszódik, és olyan ember írt, aki egyáltalán nem akarja elkülöníteni magát drámája szereplőitől, és egy cseppet sem biztos abban, hogy másképp cselekedne, mint ők. Dürenmattó beszélni elég sok dialektust jelent, úgy gondolom, mindenféléket, és éppen ezért nagyon izgalmas ebbe a tragédia, a komédia, belefér, és minden, ami a skálán mozog e kettő között. Most jutottunk oda, hogy elkezdtünk egészen finom árnyalatokról beszélni. Szerintem ez ezen az előadáson már látszani fog. Miként lehet a fiataloknak átadni azokat a mélységeket és magasságokat, amelyet Friedrich Dürenmatt megfogalmazott ebben a darabban is? Beszélgetünk, sokat beszélgetünk, és aztán megvilágítjuk, hogy mi az, ami most is érvényes, vagy éppen nem érvényes, de valószínű, hogy még elő fog fordulni, akár mint történelmi helyzet, akár mint emberi helyzet. Sok ilyen van ebben elrejtve. Lára! Adi! Szép ületen eljöttél. Te is gondoltál rám az útra? Állandóan, hiszen tőled, Klára. Csodálatos napokat töltöttünk együtt. Te is így emlékszel? Meghiszem azt. Látja, tanár úr, alaposan megfőztem a körben. Szólíts úgyit az előtt. Kis vadonacskát. Tündér, bosszol. Én pedig fekete fáradt. És az is maradtam. Te fény, fekete fáradt. Marhasság! Szerintem teljesen megváltoztál. Én pedig nem vettettem a balládom. Betumantam egy repülőre. Jézusom! A nyugalom kiváló műlában van. Azt így én valódi. Wow! Ez itt a férjem. A hetedik, dohány évtetvények. Boldog házasságban élünk, akár csak az előző hattam. Örömnek! Hajolj már, Bobby! Itt az ifjúkori szerelme. Az Öreg Hölgy látogatása minden alakjával, mozzanataival, dialógusaival a szimbolizmus teljessége. Dürenmatt szimbólumai azonban nem adnak találgatást igénylő feladatokat, világosak, egyértelműek. Az Öreg Hölgy a végtelen gazdagság jelképe. De egy fiatal számára elég nehéz ezt átélni, de hogyha az ember egy kicsit leül és elgondolkozik, és egy kicsit felnőttebb fejjel gondolja végig a dolgokat, hogy milyen lehet egy idős, megtört, lelkileg
lelkileg már egy kicsit roncs asszonynak az élete, aki elvesztette gyermekkorában a gyerekét, akkor tényleg végig gondolja azt, hogy fel kell nőni a feladathoz, és egy olyan erkölcsi tartást kell mutatni, és egy olyan habitust, amit gyerekként, vagyis hát tiniként elég nehéz, de ugye ez elég nagy kihívás, és ez szép az egészben, és a kihívás hajt előre. Hogyan lehet megfogalmazni a te öreg hölgyedet? Melyek azok a jellemvonások, amelyek leginkább felszínre törnek? Flegmatikusnak tudnám mondani. Házsártos, igazából lekezelő a többi emberrel szemben. Már nincsen nagyon boldogsága az életben. Egyetlen célja van azt, hogy ezt a tervét véghez vigye, visszatérjen Güllenbe és bosszút álljon. Úgy van, szedje össze magát, és küzdjön az életéért ír, könyörgő, fusson a sajtosok után, és mondjon el nekik mindent. Nincs sok vesztegetni való ideje. Valaki közülünk ki fogja nyerni. Nincs erő. Feladtam a harcot. Esküszöm. A félelem teljesen elvette az eszét. Rájöttem, hogy nincs joga védekezni. Nincs joga. Ezzel a lélek kufára szemben. Annak idején én indítottam el itt a lejtőzni. Én tettem őt azzal, ami vélet. A magam életét is én alakítottam. A pénzt választottam helyet. Így lettem az, ami ma vagyok, nyomorúságos ócska szatoncs. Játszam az ártatlant. Menthetetlen vagyok, és magukon sem tudok segíteni. Józan vagyok. Vélem, kihozanottam. Igazam. Mindenért maga a hibás. Tudja mi? Alfred Hill. Azért, hogy meg fogják ölni. Tudom ezt az első pillanattól. Túl nagy a kísértés, és mi túl gyengék vagyunk. Bárki megteheti. Dürrenmatt reprezentatív műve kísérteties erejű példázata arról a társadalomról, amelyben a pénz ereje mindenható. A cselekvény, amelyek során Güllen becsületes polgárai eljutnak egy náluk semmivel nem rosszabb társuk kollektív meggyilkolásáig, egy sors tragédia könyörtelenségével gördül előre. Hogy Dürrenmattól mit lehet tanulni? Valószínű, ő is, mint a legtöbb író, egyetemes emberi kérdéseket vet fel, így mint ebben a darabban is a pénz és erkölcs kapcsolatáról. Egy embernek melyik az erősebb, az állati vagy az emberi oldala, a gondolati vagy az anyagi haszonszerzés. Hogy tudja ezt egy fiatal megfogalmazni? Hogy a próba folyamat során nyilván nagyon sokat kellett figyelni arra, hogy ez egy 21. századi legyen. Ezek szerintem az emberiséggel egyidős problémák. Nyilván mi, mint fiatalok, tizenévesek, lassan fiatal felnőttek, és egyre jobban benne vagyunk ezekben a kérdésekben, egyre inkább szembesülünk a valóságukkal. És mindezek mellett pedig egy remek rendező segít minket, aki, hogyha szükség van, akkor akár elmagyarázza nekünk, ha ő esetleg másként gondolja, segít újraértelmezni egy-egy jelenetet, egy-egy témát. Essék szó az általad megformált karakterről. Az én karakterem Alfred Ill. A falu szatócsa korábban a főszereplő idős hölgynek a szeretője, aki elárulta őt, és most az öreg hölgy ugye azért ért vissza a szülővárosába, hogy bosszút álljon rajta. Úgy gondolom, hogy egy érdekes karakter, és ilyen formán a mi rendezésünkben különös is, mert a dráma nagy részért ő felelős, és ugye az öreg hölgy, a többiek inkább comic reliefek. Ezen kívül talán még annyit tudnék mondani róla, hogy ő is épp ugyanolyan bűnös ember, mint mindenki más a darabban, mert ugye végül is ő a fő célpont, de senkinek sem tiszta a lelki ismerete. Jó. A maga ügyét tárgyaljuk. Bizonyos fokig kényszerhelyzetben vagyunk. Mindjárt. A lakosság el fogja utasítani az ajánlatot. El
szándéka. Belenyugszik az ítéletbe? A sajtó is ott lesz. Hol? A nagy teremben? Sajtó, rádió, tévé. Élőben közvetítenek mindent. Nekünk is kényes helyzet, higgy el. Túl nagy a szegénység, a kísértés, az öreg hölgy látogatása gonosz darab, de éppen ezért nem szabad gonoszul játszani. Humánusan kell színre vinni, szomorúsággal, nem haraggal és humorral egyszer s mind, mert semmi sem árt jobban ennek a tragikus végű komédiának, mint valamiféle áldász komolyság. Azt gondolom, hogy ez a mű ez olyan örökérvényű igazságosságokat fogalmaz meg, mint például a pénz, a gazdagság, amelyek minden egyes korban megjelennek valamilyen formában. Itt a 21. században, például amikor megjelenik itt Európában a darabban, ez is nagyon fontos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól meg lett itt alkotva. Összefogás kell nyilvánvaló ahhoz, hogy ez úgy menjen, ahogy azt Dürrenmatt megálmodta. Voltak-e a próba folyamat során olyan pillanatok, amikor megerősödött bennetek, hogy ez egy remek darab? Már az elején nagyon nagy volt az összhang közöttünk, de ahogyan többet próbáltunk, egyre jobbá kovácsolódott ez a társaság, és úgy gondolom, hogy most már teljesen jól tudunk reagálni egymásra, és ez a darabnak köszönhető. A derék polgárok fejlődésén a rideg erkölcsi szabályokhoz ragaszkodástól az egyértelmű elkövetett gyilkosságok szimbolizálják a pénz ömlesztő erejét. Én talán azt a részletet szeretném kiemelni, ami után az öreg hölgy felajánlása után a város egy ilyen manipuláció során eléri, hogy a sértett fél is úgymondva elhiggye, hogy ő hibás. És ez ennek a háttéri tartalma az, amit én igazán kiemelnék. Beszéljünk a te karakterettől, érdekes, és azt gondolom, hogy ez is egy rendkívüli kihívás egy fiatalnak. Igen, én viszonylag könnyen át tudtam érezni ezt a karaktert, mivel gondolkozok a tanári pályán, és mivel mint diák nagyon sok tanárral találkozok, úgyhogy könnyen sok tanárnak a mintájáról tudtam másolni az én karakteremet. Egy nagyon sok színű karakter, és nagyon sok érzelem van, ami az egész darab során rajta végigmegy, és amit nekem el kell játszanom és átfogadnom a nézőközönségnek. Az egész cselekmény, a szabályok, a jog, az erkölcs, az észszerűség viszonylagos voltát példázzák. Meglepő, olykor bohózatosan mulatságos tragédia ez. A rendkívül fordulatos, izgalmas cselekmény a változás folyamata. Lélektani, erkölcsi, társadalmi tragédia. Egyszerre meghökkentő, mulatságos, tragikus és komikus. A kritikusok nem véletlenül fogalmaznak úgy, hogy Dürrem számára ennyi is elegendő lenne az irodalmi színházi múlhatatlansághoz. Van-e valakinek észrevétele az alapítvány ügyében? Akkor elrendelem a szavazást. Aki tiszta szívből kívánja, hogy az igazság érvényesüljön, az tartsa fel a kezét. A teremben áhítatos csend. A felemelt karok erdeje, mint valami szent, nagy összeesküvés egy jobb, egy igazságosabb világrendért. Csak az idős Alfrédia marad mozdulatlanul a helyén, a boldogságtől elgyengülve. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!